A település apraja nagyja besegítette a hagyományőrző disznóvágáson Kakasdon. Idén 21. alkalommal rendezték meg a közös disznótort. Mindenkinek megvolt a maga feladata. Sebestyén Gábor a sertések megfelelő feldolgozásáért felelt. 2 darab sertést vágtunk le, most éppen a csontozás és a darálása folyik. Előkészítjük a kolbászoknak, 2 fajta kolbászt fogunk csinálni. Úgynevezett svábos kolbászt, egy krumplis kolbászt, és egy magyar hagyományos recept alapján készült fokhagymás kolbászt. Az mellett lesz még véres hurka, májas hurka, amit szintén az esti vacsoránál fognak föltállalni a hölgyek. És akkor még a fogáshoz fog tartozni egy úgynevezett galuska, a székelyeknek a töltött káposztájuk, és a sváboknak pedig a gombolcuk. A Németház udvarán a helyi népcsoportok, székelyek, svábok és felvidékiek szokásai szerint történt a húsfeldolgozás és a töltelékek készítése. A svábos disznó megtisztítás az a forrázással történik, tehát akkor a disznónak a szőrét forró vízzel, és utána persze perzselővel távolítják el. A székely disznóvágásnál pedig szalmával igyekszünk ugyanezt elkövetni, de hát inkább beleégetni, kiégetni a szőrtűszőket is belőle. Olyan 120 kg körüliek voltak, és ez minden része föl lesz dolgozva mai nap folyamán. Azonban ahhoz, hogy gördülékenyen menjen a munka, támogatásra van szükség. Verebes Béláné már a kezdetek óta 21 éve végzi a háttérmunkálatokat. A mosogatás, a kávéfőzés, a forradbor, a teja, a reggeli készítésnél a miénk a mosogató része. A fiúkat kiszolgáljuk, vendégeket kiszolgáljuk, ilyesmi. Több lett a vendég, a munka kevesebb, mert többen vagyunk rá. De sokkal több dolgozónk van, régen csak pályán csináltuk ezt végig, sokkal több dolgozónk van, sokkal több a segítség. A repertoár az ma a disztot le kell vágni, fel kell dolgozni, azok nem változtak. Sok-sok vendég jön külföldről, azok is nem jöttek ennyien régen, most már jönnek, hál' Istennek, és örömmel látjuk őket vendégül. Pásztor Józsefné szintén hosszú évek óta vesz részt a disznóvágáson. Ő a konyhai teendőket vezeti ilyenkor, amelyekben a helyi asszonyok nyújtanak segítőkezet. Először is reggelire csinálunk sült májat, vérpörköltet, tokaszalonnát sütünk meg, és málét reggelire. Ebédre lesz szaurész, amit a német asszonyok fognak segítségemmel megcsinálni, és utána lesz galuska estére, meg a németeknek gombóc, akkor estére lesz sült hurka, sült kolbász, 35 kg a gombóc és 35 kg a galuska, az 70 kg, és akkor a zaurest megcsináljuk ott egy olyan 15 kg, 14 kg húsból. Az a németeknek egy eledel, amiben van máj, van hús, ilyen tarja, van benne comb, van benne szív, van benne vese, tüdőt szoktak még rakni bele, és akkor egy ilyen tejfőles habarás kap az egész, és akkor hagymás szavtal van fölrakva, és tejfőles habarásra behabarva. Szeretek főzni, ez az álmom, a vágyam, amúgy is szakácsnő voltam. Nagyon jó, azért, mert összehozza az embereket, főleg a falusiakat, és most már a fiatalokat is már befogjuk, hogy segítkezzenek. Hát tovább kell adni, mert ugye már kiöregszünk belőle. A program a Kakasdi Önkormányzat, illetve a helyi német nemzetiségi önkormányzat szervezésében valósult meg. Kezdetek kezdetén először csak székesváb volt, majd pár évvel később már a felvidékiek is csatlakoztak. Volt, hogy 2, volt, hogy 3 disznót vágtunk. És hát azóta ugye bővült az esemény, mert testvértelepülések jöttek létre, akik ezen a jeles eseményen részt vesznek, mindig nagyon várják, örülnek neki, hogy jöhetnek, és így nem csak egymás hagyományait és kultúráját ismerhetik meg, hanem továbbadhatjuk az itt élő fiataloknak, akik így általunk megismerhetik, hogy hogy is volt régebb, majd tovább örökíthetik ezt a hagyományt. A település polgármestere elmondta, hogy bár az elmúlt 2 évben a koronavírus járvány miatt nem tudták megrendezni a programot, szeretnék azt ismét minden esztendőben megtartani. Nagyon nagy népszerűségnek örven, nagyon várták a kakasdiak, és a kakasd életében ez egy jelentős esemény. A falu apraja nagyja megtalálható itt egész nap, egész napi összefogás a jellemző, hiszen együtt zajlik a disznóvágás, a húsok földolgozása, és természetesen este az elkészült finom ételek elfogyasztása is. A kicsik is itt vannak, idősebbek is, nagyon jó hangulatú rendezvény. Szól egyrészt a hagyományok őrzéséről, ami nagyon fontos, a
disznókat székely és sváb hagyományok szerint vágják le, és az esti asztalra pedig felvidéki rizses májas hurka is kerül, és ezzel próbáljuk a gyerekeknek megmutatni a hagyományos ételeket, ízeket, illetve szokásokat. A nemzetiségi disznóvágást este ünnepi műsorral és közös vacsorával, mulatsággal zárták Kakasdon.